A Tamási Művelődési Központ folyosó galériáján egy új időszaki kiállítást láthatnak az érdeklődők. Tükör a múltba 60 címet viseli az amatőr alkotónő tárlata, akinél nem új keletű ez a szenvedély. Már gyermekkoromban elhatároztam, vagy szerettem volna festő lenni, vagy költő, mikor itt Tamásiban kiültem az öregkenyei dombtetőre, és csodálkoztam, gyönyörködtem ebben a gyönyörű tájban, amit körülvesz bennünket, és akkor megfogalmazódott bennem, hogy szeretnék valamit alkotni, visszaadni ebből a csodából, ami itt körülvesz. Rengeteget csavarogtam az erdőben, tehát én gyermekkoromban bevetettem magam az erdőbe, és órák múlva kerültem elő, és ismertem minden füvet, bogarat, és ez számomra mindig csoda volt, ha felfedeztem valami új növényt, virágot. Aztán később már határozókkal jártam az erdőt, hogy mindennek tudjam a nevét, és ez már akkor kezdődött, hogy felfedezzem a teremtett világunkat. És aztán az iskolába kerülve kezdtem inkább többet foglalkozni a festészettel, rajzolással. Ott kezdődött csak, hogy az osztálynaplót Répás Etelka néni engem bízott meg vele, hogy én rajzoljam meg mindig az élményeinket. És aztán később a gimnáziumban már odafigyelő tanárokkal találkoztam, és legfőképpen a főiskolának, Kecskeméti főiskolán, ahol Báron László, Szapanos István szárnyai alatt tanulgattam. És aztán végeztem az iskolával, férjhez mentem, és férjem katona lett, én pedig úgy gondoltam, hogy a gyermeknevelés mellett, az első fiam mellett, akkor én festegetek, és akkor fogtam először olajfestéket a kezembe, és akkor festettem meg az első olajképemet. Hát ez olyan 30-valahány éve volt. Az évek alatt pedig gyűltek a természetet ábrázoló csodás alkotások, melyeket most a nagy érdemű is megtekinthet. Az egyik csodás világom Erdély, Székelyföld, amit úgy érzem, hogy a képeim által újra megszerzünk, vagy bemutathatok a közönségnek. Aztán Velence volt még a nagy álmom, nem tudom, hogy miért. Egyszer lánykoromban volt egy Berki Viola posszert a falamon, ami Velencét ábrázolta, és akkor úgy megfogadtam, hogy egyszer eljutok Velencébe, és hát sikerült többször még a kórussal, annak idején a Tamási kórussal, és aztán már így a barátnőimmel is eljutottunk később Velencébe. Gyakran megfestettem a gondolataimat is, de az elég szürreális lett, és így inkább a versben vagy a költészetben fejezem ki a saját gondolataimat, vagy kivetülését az érzelmeimnek. A tájképek pedig szintén megérintenek, tehát valamit plenerben, kint a természetben festek meg, de valamit ott elkészítem a fotót, és aztán otthon nyugodtabb körülmények között, mert megpróbáltam többször, de valahogy a természet nem fogadott be, tehát vagy a szúnyogok csíptek agyon, vagy a méhecskék leptek meg, tehát inkább nyugodt körülmények között festek. A kiállítás válogatott darabokból állt össze, ami csak egy töredéke a sokoldalú alkotó munkáinak. A kiállításom címe is Tükör a múltba, 60. Ez sejteti, hogy milyen kort éltem meg, és hát az alatt, az évek alatt készített festményeket hoztam el. Persze nem mindet, és a kis plasztikáimat sem tudtam most bemutatni, de remélem lesz majd még arra is lehetőség, hogy a kis szobrokat is elhozzam egyszer, és egyszer majd egy életmű kiállítást is összehozzak, mert nincs az összes képem itt kiállítva. De hát remélem, hogy egy kis betekintést nyújt a közönségnek, hogy mit alkottam eddig, és hát, hogy szeretettel nyújtom az embereknek, amit tudok adni. Az ember leszületik a földre, és kap egy csomó ajándékot. Hibás lennék, hogyha nem tudnám ezt kibontakoztatni, vagy továbbvinni, és hát a gyerekeknek is átadni a hivatásomban, hogy szeressék a gyerekek is a szépet, lássák meg az apró kis szépségeket, csodákat, már annyiszor mondtam, és hogy nem a
Barbie babák vagy az anyagiakban kell megkeresni a gyerekeknek sem az örömöt vagy a szépet, hanem ami ott benne a fűben lakozik, vagy körülöttünk a kicsi világunkban. Ez a sok rejtőzködő csoda elevenedik meg Kati alkotásain, amit a következő hetekben bárki megtekinthet a Művelődési Központ nyitvatartási idejében.